Régen, amikor az ember még új jövevény volt a világon, az év nagy részében a legboldogabb teremtménynek érezte magát. Mivel a nagy titokzatos sok varázs erőt adott Coyote-nak, önbizalma és önhittsége egy idő után nagyon megnőtt. Ki az, aki rajtam kívül táncolni tud a csillagokkal, és 10 hosszú télen átesik lefelé az égből, majd szétlapul, mint a cserzett őzbőr, életben marad, és még el is tudja mesélni a történetét? Én Coyote vagyok, hatalmas vagyok, bármit meg tudok csinálni. Nem sokkal ezután egy mögül különös égitest bukkant elő. Aztán oda is szólt a csillagnak. Ha-hó, te különös hosszú farkú csillag! Várj meg, gyere le, táncoljunk! Olyan gyorsan kavargott a világűrben, hogy Coyote-nak előbb az egyik, majd a másik lába is kiszakadt a testét. Coyote darabjai egymás után tépődtek le a vad égi keringésben, jobb karját kivéve, amely még mindig az űrben suhant a csillaggal együtt. És milyen gyakran tűnik fel az a csillag a hegy fölött? Kérdezte Coyote. A nagy titokzatos azt mondta. Egyszer 100 életidőnként. Remegnek a holdból szálló fényhullámok, átjárják az őrült várost. Remegnek a fényhullámok, rángatják a káprázó kristályhálót.